Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 12-e és április 15-e, ez egy portál nap, amikor kinyílik egy égi kapu. Ezen a napon, illetve mindkét napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Természetesen részt vehetsz ebben a szertartásban az energiai egyensúly rituálunként 4000 forint. A téma az, amit ez a portál nap közöl velünk. És pontosan ezt mondom el most ezen a felvételen. Először is elmagyaráznám azt, hogy mit jelent egy portál nap. A mi naprendszerünk mozog, és van egy központi nap, ott kering a központi nap körül. Ezt a központi napot Alkioninak hívják, ami lefordítva azt jelenti győzelem a gonoszságok felett. Alkioni, ez a centrál nap, ez tulajdonképpen a plejádokhoz tartozik. A plejádok azok az Atlasz Istennek a lányai. A plejádokkal szemben vannak a hiádok, és a hiádok szintén Atlasznak a lányai. A hiádok és a plejádok együtt alkotják az aranykaput az ekliptikán, amit én mindig Holle anyu meséjével szoktam összehasonlítani. Mi átmegyünk ezen a kapun, és mi döntünk, hogy milyen irányba tekintünk. Megvan a bizalom, vagy vannak félelmek. Mi vagyunk a szutykos Mari, vagy mi vagyunk az arany Mari, attól függően, hogy melyik irányba tekintünk. Tehát ez a portál kapu összefüggésben áll Alkioni csillaggal, ami a plejádokhoz tartozik. Ez a kapcsolat a Földünk és a plejádok között, ez egy ilyen finom energiai mező, aminek van gyógyító hatása, és nyílik itt egy kapu a spirituális területre. Minden nap felett más szimbólum uralkodik. Április 12-én Kán szimbóluma van, ami egy magot jelent. És most elültethetjük ezt a magot. Ez utalhat kerti munkára is, de azt is, ha most indítunk valamit, tehát elültetjük ezt a magot. Még nem látható az eredmény, de kell a bizalom, hogy ez növekedni fog, itt kivirágzik, itt gyümölcsözik majd valami. De az időpont valamit indítani, az alkalmas most április 12-én. Amit ez a szimbólum még jelent, ez egy hálózat, a kapcsolatok másokkal, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Itt kiterjed valami. Április 15-én Manik uralkodik. Manik lefordítva egy kék színű kezet jelent. És ennek a szimbólumnak az a jelentősége, hogy vedd kezedbe a dolgokat, vagy figyelj oda arra, mi van a kezedben, mi van a birtokodban. Kell ezt megőrizni, vagy engedd el, te hozol itt döntéseket. A kék színnek is van jelentősége, ez utalhat az égi hatalomra, de jelenti a víz elemét is, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát jó lenne odafigyelni az érzelmekre. Mindkét napon van szertartás, és a téma az, ahogy én itt most a videóban elmondtam. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!